Egy Szabolcs-Szatmár Bereg megyei részvevője már biztosan lesz a Riói olimpiának, a 2012-es londoni ötkarikás játékokon is induló Helebrant Máté már az év elején teljesítette a 20 kilométeres táv kiküldetési szintjét. A 26 éves gyalogló a papírformának megfelelően begyűjtötte a hazai bajnoki címeket, de a nemzetközi porondon is sikeresen szerepelt a mögöttünk lévő idényben. Ez az év ez nagyon sikeresnek mondható, nagyon örülök, hogy sikerült ez az év. Az idei fő célom az sikerült elérnem, ami az olimpiai szint teljesítése volt, ezt szinte minden versenyen tudtam teljesíteni. A másik nagy célom pedig az univerziádé volt, a főiskolás és egyetemistáknak a világbajnokságán elért negyedik helyemre vagyok még nagyon büszke. A gyalogló felkészülését, edzésekre, edzőtáborokra, versenyekre való eljutását egy támogatónak köszönhetően a következő egy évben egy szponzorautó is segíti. Felnézünk a kimagasló teljesítményekre. Ha ez kimagasló sport teljesítmény és egy fiatal embertől jön, akkor mi ezt úgy gondoljuk, sőt Szabolcs megyei fiataltól úgy gondoljuk, hogy nekünk ezt segíteni kell. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke is, aki, mint elmondta, bízik abban, hogy Helebrant Máténak lesznek nyíregyházi követői. Én nem felejtem el azt a 3-3,5 évet, amit itt tölthettem versenyzőként, ez nekem nagyon komoly segítség volt, nagyon jó érzés volt, hogy egy olyan szervezet, egy olyan város állt mögöttem, ahol komolyan vettek, és hát nagyon bízom abban, hogy Mátén kívül lesz még olimpiai résztvevője, vagy az olimpiai csapatnak tagja nyíregyházi versenyző, hiszen szerintem Bakosi Péternek, vagy akár Szikszai Robinak, ugye magasugrásban, vagy diszkoszvetésben megvan az esélye arra, hogy egy év múlva, hogy az elkövetkezendő időszakban kiharcolják az olimpiai részvétel. A gyalogló jelenleg 2 hetes pihenőjét tölti, majd október elején elkezdi a felkészülést az olimpiára. Máté jövőre több hazai és külföldi versenyen is rajthoz áll, majd márciusban pedig kipróbálja magát az 50 kilométeres távon. Az eredmény függvényében dönti el az atléta, hogy melyik távon indul majd az ötkarikás játékokon.